Köszöntöm a kedves nézőket, sziasztok! Szombaton előbb egy meleg front, majd egy hideg front is átvonul felettünk. A két front felhőrendszere összekapcsolódik, tehát sok lesz a felhő, erősen felhős lesz az ég, csak keleten lehet némi napsütés. A frontokkal csapadék is jár együtt, a meleg frontból egyelőre még csak kevés mennyiség, a nagyobb mennyiség a hideg fronthoz kapcsolódik, ugyanakkor a hideg frontot már hevesebb jelenségek, záporok, zivatarok is kísérik majd. Az előrejelzett felhőképen látható egy markáns ciklon középpontjával Skócia felett. Ennek a frontrendszere látható, hogy Skandinávián és Lengyelországon át Közép-Európáig húzódik. Ez egy vastag felhőtömb, gyakorlatilag az óceán parttól egészen a kelet-európai síkságig. Sok felhő van, borult az ég, össze van olvadva a melegfront, illetve a hidegfrontnak a felhőzete. Mint már mondtam, ugye a frontokkal csapadék is jár együtt. Ami itt látható, ez a szombatra vonatkozó 5 mm-t meghaladó csapadék esélye. Ez alapján az északi országrészben, északnyugaton lehet legnagyobb eséllyel csapadékra számítani. Azonban ez a kép egy kicsit csalóka. Ez a mennyiség, ennek a mennyiségnek a zöme, az majd csak szombaton napnyugta után érkezik majd. Aztán ahogy a front vonul kelet fele, vasárnap a nap első felében már a keleti országrészre húzódik a csapadék, és nagyobb eséllyel a Zemplénben, illetve az Észak-Alföldön várható ilyen mennyiségű csapadék. Az előttünk álló éjszakán ugyanakkor még nem kell nagy mennyiségű esőre készülni. A melegfront felhőzete lassan beborítja majd az országot, először a Dunántúlt, később a középső országrészt is, és főleg ezeken a területen lehet elszórtan esőre számítani, méghozzá kis mennyiségű esőre. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon 10 fok környékén, vagy kevéssel 10 fok felett alakul. Ugyanakkor a keleti országrészben jóval hidegebb lesz. Ennek oka, hogy északkelet felől északkeleti áramlással száraz és hideg légtömeg érkezik fölénk. Ez felhőosztató hatású, ott derült vagy kissé felhős lesz az éjszaka, és csapadék sem várható. Ott 10 fok alatt alakul majd a minimum hőmérséklet, sőt a fagyzúgos helyeken 0 fok alatti hőmérséklet is elképzelhető. Aztán szombaton napközben ez a felhőzet, ami a Dunántúlt elérte éjszaka, az szépen kelet felé húzódik majd. Az Alföldön, illetve a keleti ország részben lehet még pár órás napsütés, később ott is befelhősödik az ég, és a nap nagy részében erősen felhős vagy borult időre lesz kilátás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul majd. A főváros környékén, a Dunakanyar tágabb környezetében lesz a leghűvösebb, délnyugat Magyarországon pedig a legmelegebb. Csapadék a nap első felében reggel délelőtt várható, főleg a középső ország részben, majd átmeneti szünet után, késő estétől a Kisalföldön, az Alpok alján, illetve az északi középegység térségében lehet csapadékra számítani, ez már a hidegfront csapadéka lesz. Ekkor már nem csak eső, hanem záporok, illetve akár zivatarok is kialakulhatnak. Aztán ezek a zivatarok, illetve ez a csapadéksáv, ez a vasárnapra virradó éjszakán szépen kelet felé húzódik, ekkor már több felé lehet számítani csapadékra. Majd vasárnap napközben el is hagyja az országunkat a front, ezzel együtt felszakadozik a felhőzet, és előbb a Dunántúlon, később a keleti ország részben is kisüt majd a nap. Hétfőn és kedden a hideg légtömegben leszünk, egy úgynevezett magassági hidegörvény lesz felettünk. Ennek köszönhetően egymás után törnek majd ki a záporok, zivatarok, sok lesz a felhő, keveset süt a nap, a csúcshőmérséklet pedig 20 fok közelében alakul majd, ami egyébként pár fokkal elmarad az ilyenkor szokásostól. Ezzel megköszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!